Már régóta érlelődött bennem, mert ugye a futszálban azért halásértek között csináljuk, és ugye nemrég indultunk halásértek között szintén nagy pályán, és úgy gondoltuk, hogy induljunk el a épek között is, megmutatni magunkat, hogy mi is fel tudjuk verni a versenyt velük. Igaz, óriási különbség van köztünk, de remélem lépésről lépésre azért elérjük azt a szintet, hogy ugyanolyan szintet is érjük el. Miben tudtok szerinted a legjobban fejlődni? Hát, hogyha itt az épek egymás ellen játszunk, nekünk nagy fejlődés, mert ugye ők dinamikusabbak, gyorsabban kommunikálnak a pályán, nekünk meg ugye az a hátrányunk, hogy nem tudunk a szélen beszélni, mikor passzolni kell, kétszer jobban kell figyelni, hogy ide-oda. Talán az előny lehet nekünk, mert amikor alásírtak ellen játszunk egymás ellen, válogatott szinten, nekünk ez jó, mert mi itt azt a tempót felvettük, és nekünk visszük oda azt a tanulmányt. Milyen eredménnyel lennél elégedett a bajnokságban, illetve számít-e egyáltalán az eredmény? Tehát a játék szeretetéért játszotok, vagy valamilyen szinten számít az eredmény is? Hát az eredmény mindenkinek, ugye minden csapatnak számít a győzelem. Ugye az a futball csak győzelemre szól, de mindenkünk az is jó, hogyha tisztes helytállással kimegyünk, pályára lépünk, és amit tudunk, tőlünk telhető, azt próbáljuk a pályán nyújtani. Épp hallású játékosként szerepelsz a hallásérülteknek a csapatában, ugye több olyan játékos is van, akinek nincsen gondja a hallással. Milyen érzés ez egy ilyen csapatban játszani? Az elején nagyon furcsa volt, mert a kommunikáció az tényleg nagyon nehéz volt, egyre jobban belejönnek a fiúk is, de még hosszút el előttünk, hogy tényleg azt mondom, hogy felvigyük a versenyt a legjobbakkal.